És akkor folytatjuk a délelőttöt. Szeptember 30-án a Háló Egyesület és a 72 tanítvány mozgalom, és még sokan mások egy közös teremtésvédelmi konferenciával koronázzák meg a Teremtés hetét. Erről fogunk most beszélgetni. Vendégem itt a stúdióban Kükedi Zsolt, a Naphimnusz Egyesület alapítója, és ennek a konferenciának az egyik szervezője. Jó reggelt kívánok, köszöntöm. Talán a Háló Egyesületet már nem kell bemutatni a Bonum TV nézőinek, de számomra is új volt, hogy mi is ez a 72 tanítvány mozgalom, ez hogyan jött életre? Igen, hát a Háló Egyesület nagyon régi alapjaira építve, és ott korábban még a 90-es években működő alapítók, szervezők személyeire építve, a Erdő Péter bíboros úr megbízta körülbelül 2 évvel ezelőtt Buhárd Zoltánt, hogy alapítson egy olyan társaságot, mondhatom így, amelyben a keresztény hang jobban hallatszik a társadalomban, a társadalmi problémákban jobban lehet keresztény vélemény nyilvánítani. Ez körülbelül 2 évvel ezelőtt történt, akkor egy mérnökkör alakult meg, és igazán nem volt nagy híre, viszonylag a belső körben találkozgattak egymással a T72, ahogy szokták ezt röviden hívni, mérnökei, és most elkezdett kibővülni ebben az évben, elkezdett nyitni más témák felé, a család, a sport, és így a teremtésvédelem témája felé is. És akkor a Naphimnusz Egyesületről mit kell tudni, aminek ön az egyik alapítója? Ők akkor konkrétan teremtésvédelemmel foglalkoznak? Így van, benne is van a nevünkben, hogy Naphimnusz Teremtésvédelmi Egyesület. 2011-ben alakult az egyesület, abból a célból, hogy a teremtésvédelem témáját minél inkább a felszínre hozzuk, és minél több teremtésvédő közösség jöjjön létre Magyarországon, ez a fő célunk. Itt az asztalon, ha meg tudják mutatni, esetleg van ennek egy néhány könyv alapja, mert hogy 2008-ban minden kort megelőzően, minden országot megelőzően a Püspöki Konferencia kiadott egy kiadványt, egy 3 részből álló kiadványt, amely a teremtésvédelem témáját dolgozta fel. Ez egy körlevélnek készült, de hát talán lehet látni, hogy jó vastagra sikerült. Ez volt a mi alapunk, innen indultunk ki. Tavaly Tekulics Judit kolléganőm beszélt már itt a délelőttben a Laudato Si kezdetű enciklikáról. Ferenc pápa is, ugye mondhatjuk azt, hogy kiemelt helyen kezeli a teremtésvédelmet. Ebből mit tanulhatunk mi? Mert hogy el is hozta ezt a könyvet, akkor ez az alapja mondjuk minden teremtésvédelmi szervezetnek? Hát én azt gondolom, hogy minden civil szervezetnek ez az álma, hogy elkezdi a munkáját egy 5 évvel korábban, majd 4 évvel korábban, majd 4 év múlva Ferenc pápa ennyire hatásos üzenetet tesz közzé. Itt a 14-es pontjában csak annyit mondta, hogy sürgető felhívást teszek közzé, hogy kezdjük új párbeszédet arról, miként építsük bolyunk jövőjét, ha csak ilyen egyszerűen fogalmazok. Ezt a művet mindenkinek ajánlom. Laudato Si a címe, áldott légy, meg lehet venni a Szent István Társulatnál, de ingyen le lehet tölteni az internetről, ha rákeresnek. És gyakorlatilag ez egy olyan tézisgyűjtemény, egy enciklika, amelynek segítségével eligazodhatnak ma a környezetvédelmi és egyben társadalmi problémák között. Akkor a keresztény embernek mondjuk kiemelten kellene kezelni a teremtésvédelmet. Ön mit tapasztal? Foglalkozunk ezzel, vagy eleget foglalkozunk ezzel a témával? Hát sajnos azt kell mondjam, hogy talán mi katolikus keresztények foglalkozunk a legkevesebbet vele. Ezt be kell, hogy valljam. Protestáns testvérek, akik kézbe vették ezt az egyébként katolikus írású enciklikát, azt mondták, hogy sűrűn szeretnék forgatni, mert nagyon nekik is nagyon sok fontos megállapítást tartalmaz, de nem hívő emberek is szívesen forgatják. Itt Ferenc pápa a 217-es pontban annyit mond, hogy a külső sivatagok azért szaporodtak el a világon, mert a belső sivatagok szétterjedtek, és innen indul a megállapítás, hogy mi sem eléggé foglalkozunk azzal, hogy mi történik körülöttünk, mert lehet, hogy belül sem vagyunk annyira megerősödve. Meg kell erősödnünk a hitünkben, és utána azonnal azzal foglalkozni keresztény elhívásból, hogy mi történik a környezetünkkel. Még azt is mondja, hogy azt kell, ökológiai megtérésre van szükségünk, ami azt jelenti, hogy engedjük, hogy Jézussal való találkozásunk minden következménye megjelenjen a mi életünkben, nem pontosan idézve. És akkor ezt az ökológiai megtérést címet viseli az a kiadvány is, amit a kezemben tartok, ez direkt a teremtés, az idei teremtés hetére készült el, és ahogy mondta, a protestáns testvérek is írnak benne, itt Nobilis Mário atyát talán pont, ugye katolikus, római katolikus pap, de őt talán jól ismerik a Bonum TV nézői, ön is ír benne, de az egészet a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa adta ki. Ez hogyan segít, vagy hogyan kellene ünnepelnünk akkor a teremtés hetét? Igen. A füzet minden évben
ebben elkészüli már 9. alkalommal, és a teremtésünnepe.hu oldalról le is tölthető digitálisan, de így, ahogyan is tartja, kézbe is vehető, mindig kinyomtatjuk. A ökumenikusan készül, tehát metodista, református, evangélikus és katolikus szerzők vannak benne. Ez abban segít, hogy ezt a hetet felbontja ugye 7 napra, és különböző tématerületek, most éppen a Mert úgy szerette Isten a világot ige szakaszra építve, mindig egy-egy másik ige szakaszt is idehozva tárgyalja az adott nap témáját, a közösségépítést, és a pénzhez való viszonyunkat, és erről egy kis elmélkedés van benne, amelyre egy foglalkozás szervezhető a katolikus vagy nem katolikus, akár még felekezet nélküli közösségekben is. Akkor beszéljünk egy kicsit a konferenciáról, mert hogy ez most szombaton rendezik meg a Bálnában, és nagyon neves előadók lesznek, és nagyon sokszínű előadások lesznek. Igen. Most, hogy beszélünk róla, most már nem is lehet rá jelentkezni, mert több mint 400-an vannak a listán, tehát meg fogjuk tölteni a Bálnának ezt a nagy termét, és a T72 mozgalomnak, tehát a 72 tanítvány mozgalomnak ez az első jelentősebb megnyilvánulása lesz. A teremtésvédelem témáját választottuk ennek az első megnyilvánulásnak, mert az mondjuk ez a leghangsúlyosabban tárgyalandó tématerület most, és nagyon magasrangú előadóink is lesznek, egészen Bíboros atya és a fővárosi önkormányzattól is előadóink lesznek néhányan, illetve a szakterületekről jönnek megszólalók, a gazdaság, a közösségfejlesztés, a biológia, egyéb társadalmi és más tudományok képviselői, majd pedig egy olyan bemutatkozó jön, hogy közel 20 standon oda lehet sétálni a gyakorlatban ezzel foglalkozó civil szervezetek képviselőihoz, hogy erről beszélgessenek a hallgatók. Ahogy olvasom, a rendezvény kiemelt figyelmet fordít majd a családokra, hiszen talán ezt a környezeti nevelést, a teremtésvédelmet az egészen kicsiknél kell elkezdeni. Igen, igen, egy hangsúlyos előadás lesz erről, és valószínűleg, hogy a továbbiakban is nagyon sokat fogunk foglalkozni a család és a gyermeknevelés kérdésével. A közeljövőben elképzelhető, hogy a következő ilyen beszélgetéseink erről fognak szólni, előadások, illetve egy nagy konferencia is majd. Beszéljünk még egy kicsit a T72-ről, mert hogy egy részigazság klubot is indítottak, vagy indítani fognak majd október 4-én. Ez miről szól ez a klub? A klubban kicsit közelebb egymáshoz beszélgetünk olyan témákról, amik foglalkoztatják a katolikus értelmiséget, de természetesen már most hangsúlyozom, hogy nem csak katolikusokat várunk, hát rögtön a teremtésvédelem témáján már ökumenikusan jövünk össze, tehát más is jöhet, akár nem hívő is megjelenhet itt, és ezeket a társadalmi kérdéseket elkezdjük kibeszélni, elmondjuk azt, hogy mi erről a katolikus egyház társadalmi tanítása, és igyekszünk ezt a gyakorlatba belevinni, tehát ennek a vége konkrét cselekedetekben fog megmutatkozni, konkrét közösségekben, konkrét segítő szándékkal fogunk megjelenni. Akkor térjünk vissza még egy picit a teremtés hetére, mert hogy ez most benne járunk, talán a közepén tartunk ennek a hétnek. Beszéltünk itt a Laudato Si-ről, beszéltünk itt a sok-sok könyvről és írásról, ami segítséget ad nekünk, de hogyan éljük ezt meg a mindennapokban, hogyan tehetünk a környezetünkért hívő katolikus emberekként? Igen, nagyon sokat beszélek én erről a témáról, mert szeretjük úgy a témát elhessegetni magunktól, hogy hát mit jelent az én kicsi részem ebben a nagy problémában, ami előttünk áll, vagy amivel éppen benne vagyunk. És hát én ide egy kétkerekű járművel érkeztem, egy rollerrel, de 11 óta, vagy 11 előtt én még autót használtam ugyanebből a célból. Tehát most nem is tömegközlekedésre jöttem, hanem egy magam hajtotta járművel. Ezzel nagyjából én 25%-át spóroltam meg annak a lábnyomnak, amit a környezetemre gyakorlok, vagy terhelek. Megtehetem, Budapesten lakom, Budapesten belül közlekedem, és kihasználom azt a lehetőséget, hogy ne nagy terhet rójak a környezetem, de ugyanígy van az étkezéssel, ugyanígy van a lakhatással, mindenhol meg lehet találni azt a pici lépést, amivel az én pici lépésem a többiekkel összeadódva egy egészen nagy lépést tud tenni. Nagyon szépen köszönöm, Zsolt, hogy itt járt nálunk, én és akkor köszönöm. Egy nagyon szép konferenciát kívánok Önöknek. Köszönjük szépen.